Maradva a táncos vonalon, a modern tánc után lehetőségünk volt kipróbálni a Vezdidekápó alapfokú művészeti iskola berkein belül, hogyan is zajlik itt a néptáncoktatás. A tényeket tekintve az iskolában jelenleg 1-től 6. évfolyam közötti gyerekekkel foglalkoznak, akik 4 különböző csoportban tanulnak táncolni. Az aranyiskolával való együttműködésük révén nincs gond az utánpótlással sem. Kristóf Bálint szép számú gyerekcsapatokat mozgat meg hétről hétre. Én szerencsés tárgyat oktatok, a néptánc ez egy olyan gazdag, sokféle hát óra részből tevődhet össze, hogy igazából nyert ügyünk van, mert így könnyű lefoglalni a gyerkőcöket. Mondom ezt, hogy könnyű, mikor azért én is nap mint nap megpróbáltatásként állok hozzá, és azért nem mindegy, hogy jön be a tanár az órára, mennyire van felkészülve lelkileg és testileg egyaránt, de azt gondolom, hogy ez egy olyan munkaforma a néptáncóra, ami nagyon jó biztosítja azt, hogy határokat is tudunk szabni, de tudunk adni lehetőséget a szabad kibontakozásra is, és így talán kialakul a gyerkőcökben egy olyan összhang, ami ezt erre az órára jellemző. Az általunk látott és kipróbált óra már így az év végén leginkább az ismétlésről szólt. Az oktatás fontos része a játékosság, ilyen formában a gyerekek észre sem veszik, hogy éppen új dolgokat tanulnak. Kristóf Bálint szerint egy év tanulás már elég ahhoz, hogy az évvégi gálán a gyerekek már a színpadon is bemutathassák a tehetségüket. Minél több munkát tud beletenni az oktató, és minél inkább el tudja érni a gyerekeknél az összhangot és a közös munkát, akkor annál nagyobb eredménnyel tudnak majd az év végén előállni. Viszont én úgy gondolom, hogy ha egy más tantárgyra is tekintünk, mint mondjuk például a matematikára, vagy írásra, olvasásra, egy év után a gyerkőcök még nem tudnak verset olvasni, még nem tudnak verset írni. Mi a néptánccal tulajdonképpen ezt próbáljuk meg, hogy egy év után már tegyük őket színpadra, és tapsoltassuk meg őket. Ez egy külön feladat, hogy ugye az évnek a nagy része ne csak arra menjen rá, hogy aztán majd évvégén mutassunk be egy kis produkciót. A néptáncban az a jó, hogy nagyon nagy merítésből válogathatnak az oktatók. A Kárpát-medencében egy-egy népcsoport sok-sok táncát ismerjük. Ezek között vannak egészen egyszerűek is, amelyeket szívesen tanulnak a fiatalok. Nagyon egyszerűen válaszolva erre az összetett táncfolklorisztikai kérdése, úgy kell elképzelni, hogy a hely, a földrajzi hely az meghatározta, hogy egy adott térségben élőknek milyen hasonló tánci jegyeik vannak az ő tánckultúrájukban, és ez alapján tudjuk mi így úgymond szakmai szemmel elhatárolni, illetve kategorizálni, tipizálni a Kárpát-medence táncait, néptáncait, és ennek fényében akkor különböző vidékekről tudunk táncpéldát meríteni, ugyanakkor figyelembe vesszük a tánc típusbeli különbségeket is, hogy gyerekeknek inkább mi alkalmas, nagyobbaknak mi az, ami inkább alkalmasabb, és így rakjuk össze tulajdonképpen az évvégi gálára is a produkciókat. És most következik az a rész, amikor a szerkesztő kilépve a komfortzónából maga is beállt a táncosok közé. Igen, az ott én vagyok, ahogy épp a fiatal partnerem közreműködésével próbálom megtanulni a gyerekek által már jól ismert lépéseket. Az óra elején egyébként rögtön belecsaptunk a lecsóba. Már a bemelegítés is egy játékos fogócska volt, majd különböző feladatokat teljesítettünk, ahol visszatérő elem volt egy-egy tanult táncelem vagy lépés használata. Őszintén szólva félelmetes volt azt látni, hogy nálam jóval fiatalabb gyerekek milyen ügyesen és magabiztosan használták azokat a lépéseket, amelyeket ők maguk talán csak egy vagy fél éve tanultak. Nekik ez nem jelentett gondot, nekem azért annál inkább. Az év utolsó táncóráján egyéni gyakorlatokat már nem végeztünk, vagy párban, vagy pedig egy teljes közösségként zajlott az óra. Az oktatás szakmai részét kívülállóként nem ismerem, annyit azonban megtapasztaltam, hogy a táncoktatás egy fontos eleme a pontosság, a ritmusérzék, a figyelem, és ha már valaki gyakorlottabb, akkor a könnyedség. Utóbbi faktor akkor vált nyilvánvalóvá, mikor például számomra nem volt egyértelmű, hogy forgás közben hova rakjam vagy hogyan tartsam a kezem, de az tény, hogy egy élmény volt.